Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendrema című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Raktart. Hangulatos közösségi térbe várják a szervezők a gyűjtőket és gyűjtögetőket augusztus 16-án, pénteken. Kék állatok kiállítás. Több alkotó bevonásával rendeztek egyedi tematikájú kiállítást a belváros egyik kávézójában. Karbantartás. Medence karbantartás és felújítás várható a V8-ban, így a komplexum augusztus 19 és 25-e között zárva tart. A kék állatok kapják a főszerepet egész augusztusban a Szentendrei Nyuszi Sztor Művészeti Galéria és Kávézó kiállító tereiben. Ahogy egy közösségi oldalon talált bejegyzésben olvastuk, a hangulatos helyen mindössze augusztus végéig maradnak a különleges színű állatok, de a kedvesség és a kávé marad. Kék bolygón kék állatok. Ez lenne Leelősi Enikő szerelem projektje. Ennek alapján valósította meg azt a csoportos kiállítást is, amelyet a közönség egész augusztus folyamán láthat az Alkotmány utcai hangulatos kávézó teházóban. Szentendre szívében a főtértől néhány lépésre. Én egy képzőművész vagyok, és egy régóta álmodozom arról, hogy legyen egy ilyen kiállítás. Valamiért nekem nagyon-nagyon megfogott a kék állatok. Ugye a természetben nem fordul ez elő, illetve amit a szem kéknek lát, az valójában egy illúzió. Tehát egy nem létező szín a szín a természetben nem létezik kék, hanem az az illuzórikus fényvisszaverődés miatt látjuk kéknek valójában, tehát hogy kék állatok valójában nem léteznek, mégis van, és mindig álmodunk róla, és borzasztóan vonzó a kék szín, és nem tudom, érzek velük valamiféle ilyen lelki kapcsolatot is, és ezért rendeztem meg, illetve hívtam fel alkotótársaim figyelmét erre. Habár a kék szín a valóságban ritkán fordul elő, a legtöbbször akkor is csak illúzió. A művészetekben meglepően sokszor találkozunk vele. Ennek a jelenségnek szeretett volna egy kis figyelmet szentelni a galéria vezetője. Barátai, alkotótársai pedig örömmel csatlakoztak hozzá. Annyira hívogató volt ez az eredeti ötlet a részéről, hogy így pont tényleg a nyárban a hely születésnapjához kapcsolódóan kékkel dolgozni. Annál is inkább volt jó feladat, mert nem a színem, és jó időnként ugye belebújni valami másba, és tényleg így a nyárnak a legforróbb heteiben a Zománc-kemencéből kék képeket veszek elő, ez egy már önmagában jó élmény volt. Őzekkel, egy kutyának a lelki életével dolgoztam, egy 25x25-ös lemezen, ami az Ománcban nem számít kicsinek. Amikor a falra kerül, akkor ez egy relatív kicsi méret. A harmadik kép pedig egy fekete párducnak a puha mozgását megidéző, annak árnyéktestét a zölddel, a türkizzel, a kékkel összefűző tematikában szólal meg. Pályer Lilla mesekönyvek illusztrátora. Fő témái az állatok, növények, érzések és a hétköznapi öröm. Munkái képeslapokon megjelenő rajzai a boltban rendszeresen megtalálhatóak. Lilla ezúttal egy festménnyel járult hozzá a kiállításhoz, amelyet a kutyájáról készített. Egy festményt festettem, egy kék kutya, amit róla mintáztam, csak nem fekete, hanem kék, és mögötte mindenféle színes növények, ilyen folyékony akvarell festékkel készítettem a képet. Nekem a kedvenc színem a kék, és nekem a tengert jelenti, az eget, vizet, nyugalmat, ilyesmiket. Pályer Lillához hamarosan a kisfia Dezsőke is csatlakozott. Az örök mozgó kisfiú elé szülein keresztül sok lehetőség tárul az alkotásra. Ő is nagyon szeret rajzolni, festeni. Megalkotni. Találtunk egy régi babaházat, és akkor azt az egészet lefestette. Igaz? Azt mondta, hogy annyira szereti festeni, hogy szobafestő lesz.
A kisfiú nagyon szerencsés, mert zsenge kora ellenére a tárgyak formába öntését otthon. Anyukája mellett a kerámia technikájával is ki tudja fejezni. Kerámiázni szoktunk. Kerámiázni? És te kerámiázni jobban szeretsz, mint rajzolni? Őszintén mondva, igen. Szoktad befesteni a kerámiákat, amiket készítesz? Igen, szoktam. És főleg milyen színnel? Sötétkék. Bár felviteleink a családias kék állatok kiállításról a megnyitó napján készültek, a tárlat folyamatosan variálódik és bővül. Egy szóval, akik augusztus végéig ellátogatnak a Nyuszi Store-ba, vagy újra és újra visszatérnek a kávézóba, lehet, hogy legközelebb már más konstellációt találnak a falakon. Medence karbantartás és felújítás várható az elkövetkező hetekben a V8 uszodában. Tájékoztatnak az intézmény közösségi oldalán. Előírás szerinti karbantartás miatt a wellness augusztus 19 és 25-e között zárva lesz. A nyitás 26-án várható. Az uszoda mindkét medencéjét a szokásos karbantartási munkák elvégzésén kívül fel kell újítani, ami 3 hetet vesz igénybe. A munkálatok részét képezi a medencék teljes felületének újrafugázása, melyet az évi kötelező medence kiürítés után végeznek el. Ezért az uszoda augusztus 19 és szeptember 8 között nem fogad vendégeket. A nyitást szeptember 9-ére tervezik. A 10 alkalmas bérletet 60 nap alatt kell felhasználni, ezért az uszoda vezetése úgy döntött, minden június 20-a után vásárolt bérlet lejárati idejét 20 nappal meghosszabbítják. Nem minden lom, ami annak látszik. A múlt kincseit gyűjti össze és mutatja be a szentendrei raktart, amelynek célja az értékmentés. Régi tárgyak összekötése új gazdáikkal. A nyílt napokon találkozni lehet gyűjtőkkel és gyűjtögetőkkel. A galériában és a kerthelyiségben ritka tárgyak, antik bútorok és különleges emlékek várnak az érdeklődőkre. A szervezőket kérdeztük a pénteki különleges rendezvényről. Tavaly novemberben készült el a szentendrei raktart kincsekkel teli világa, amely egy gödöllői kisboltból nőtte ki magát. A hangulatos közösségi tér megálmodói nem csak műtárgyak, hanem akár komplett hagyaték felmérésében és annak méltó új otthonának megtalálásában is jártasak. Retro étellel, itallal, zenével, jó hangulattal és múltidéző beszélgetésekkel várják augusztus 16-án a kincskeresőket. Hogy mitől különleges az esemény, azt megtudhattuk Mester Péter szervezőtől. Minden rendezvényünk valamilyen szinten különleges. Mindig próbálunk megújulni. Minden rendezvényünk, most már ugye 9 hónapja nyitottunk, de 9 hónap alatt mindig próbálunk egy olyan megújulást csinálni, hogy érdekesek maradjunk, tehát hogy mindig egy picit több legyen. És ez most ugye elindult ez a gasztro kiegészítéssel, most ezek a raktárt nyílt napok. Így próbáljuk meg azt, hogy egy péntek estét úgy tudjanak eltölteni nálunk, hogy jól érzik magukat, szól a zene, kicsit vásárolgatnak, kicsit isznak, kicsit beszélgetnek, pont azért, hogy ne úgy érezzék magukat, mintha egy boltba jönnének bevásárolni. A különleges kitelepülés időjárás függő. Arra voltunk kíváncsiak, a szervezők tartanak-e az esőtől. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mostani tapasztalatok már ugye 9 hónap után tudjuk elmondani, hogy hála Istennek mínusz 10 fokba is jönnek hozzánk, mert ugye nekünk ez egy zárt tér. Tehát maga a raktart, ez egy 400 négyzetméteres raktárt, és ugye egy 250 négyzetméter a placunk, amire kitelepülnek. Ugye a kitelepülésnél is vannak ernyők, tehát hogyha múltkor például zúgott az eső, de valahogy senkit nem érdekelt. Hogy a hangulat hozza azt, hogy az embereket ez nem zavarja, bejönnek, vásárolnak. Tehát igazából minket az időjárás nem zavar, és ezért lettünk mi egy nagyon előrehozott ilyen jó program, mert hogy rossz időben is jól lehet magát érezni az embernek. Ha valaki még nem hallott volna a raktártról, Péter kísérletet tett a célzott korosztály meghatározására. Korosztályunk a 3 évestől
egészen a 90 évesig tart, tehát nem nagyon tudjuk azt behatárolni, kinek érdemes, mindenkinek érdemes. Akinek van egy picit kedve ahhoz, hogy kincset keressen nálunk, egy kicsit csak körbenézzen, gyerekes rendezvény, tehát várjuk a gyerekeket, várjuk a kutyákat, várjuk a családokat, komplett családok a múltkor egy éves gyerekkel jöttek, tehát igazából nincs meghatározva. Az, hogy hogy érzik magukat, az tőlük is függ, hogy tudnak-e hozzá kapcsolódni a mi hangulatunkhoz, de ez mindig jön, és mindig is hozza magában a hangulatot. Szűk csapat dolgozik azon, hogy a régi tárgyak és a képzőművészeti alkotások megtalálják új tulajdonosaikat. A cég több mint 10 éve hagyatékkezeléssel foglalkozik, tehát mi felvásárolunk hagyatékokat, és ezekből a hagyatékokból kikerülő tárgyak, miután tiszták lettek, elmosva, kitisztítva, ezek úgy kerülnek ki a polcokra. A csapat 6 főből áll, 4 hivatalos műtárgybecsűsből, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezek a műtárgyak megfelelő környezetben, megfelelő módon kerüljenek olyan helyekre, amiket értékelnek. Itt megemlíteném, hogy van egy galériánk, egy raktárt galéria, ahol a kimondottan magasan kvalifikált művészeti alkotások fölkerülnek, és ott egy még kulturáltabb környezetben lehet ezeket megvásárolni. A finom falatokért és hűsítő italokért felelős gasztropartner Medvecki Tamás beszélt stábunknak a kezdeményezés céljáról és megvalósításáról. A mi feladatunk az az, hogy egy nagyon jó kezdeményezés a raktártnak gyakorlatilag egy kis gasztronómiai kiegészítését hozzuk a helyszínre, amit úgy kell elképzelni, hogy a raktártnak a udvarán végül is kitelepültünk egy mozgó utánfutó, melyet kinyitunk, sörcsapok és egyéb italokat szolgálunk a kedves vendégeknek. A sörök tekintetében nyilván hozzuk a saját sörünket, a Birci Apát, ami óriási nagy sikernek örvend. Készítünk vezetőknek egyébként alkoholmentes koktélokat, limonádékat, ezen kívül ilyen most első lépésben longdrinkeket készítettünk. Beszállt a játékba a Kőhegy borászat Hidegkúti Gergő által, aki gyakorlatilag az előző eseményre egy epres rozzé jégkásával készült, és én javaslatomra most a következő alkalom, ami pénteken lesz, meg egy görög dinnyés fehérbor jégkásával készülünk, és minden alkalommal egyre-egyre izgalmasabb, több dolgot fogunk hozni. Nyilván látjuk a visszajelzéseket, mire van igény, és akkor abba az irányba tudunk bővülni. Az ételkínálat a legutóbbi eseményen tükrözte a kor hangulatát. Retro szendvicsek voltak, így a retro és a régiségekhez mérten, de nyilván amíg az itala viszonylag könnyedén ki lehet rukkolni egy ilyen rendezvényen, hogyha nincs sikere, akkor végül is nincsen probléma. Az étel az egy megfontoltabb, átgondoltabb dolognak kell lennie. A jelenlegi állapotok szerint ezek a szendvicsek, és mondjuk egy tál étellel készülünk. A klasszikus retro érzést garantálja a térben elhelyezett bútorzat. Elvittünk ki a helyszínre körülbelül egy ilyen 40-50 fő számára ülőhelyet. Stílszerűen ezek gyakorlatilag csak úgy nevezik, hogy szánkótalpas asztalok, székek, de ezek klasszikus retro. Hogyha valaki réges-régen standra járt, akkor csak ilyennekkel találkozott. Plusz hát egyébként maga az egység, ami kitelepítettünk, az maga egy bárpult, ami egy további 20 embernek ilyen könyöklős kiszolgálására alkalmas, bárszékeket is vittünk ki. Nagyjából a hely ezt teszi lehetővé. A létszám az kicsi nehéz megbecsülni, de hogy ilyen 400-500 fő simán megjelenik ez a rendezvény, viszont nem egy időben. Szóval mondjuk eddigi tapasztalataink szerint elegendő ez az ülőhely, de hát majd meglátjuk, legyen ez a legnagyobb bajunk, hogy sokkal többen szeretnének jönni, mint ahány ülőhely van. A retro nyári péntekestéről a Kőfaragó utca 1 szám alatt bővebb információt találnak a Raktárt közösségi oldalain. Augusztus 21-én veszi kezdetét a forgalomra veszélyes fák kivágása a Dobogókői úton. A munka összetettsége miatt a munkálatok várhatóan 1-1,5 hónapig tartanak majd. A szélsőséges időjárás miatt egyes időszakokban a Pilisben voltak olyan útszakaszok, ahol még az ép és fiatal fákat is kidöntötte az útra a viharos szél, vagy a nagyobb mennyiségű, magas víztartalmú tapadó hó. Olvasható a Magyar Közút Nonprofit ZRT közleményében.
Ezek balesetveszélyes helyzeteket teremtettek, ezért munkacsoport alakult a Pilisi Parkerdő, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Magyar Közút részvételével, hogy kijelöljék az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa egyedeket. Mint arról beszámolnak, a munkacsoport első körben az 1111-es számú Budakalász dobogókő Esztergom összekötő út mintegy 9 kilométeres szakaszán végezte el a potenciálisan balesetveszélyes fák kijelölését. Az érintett szakaszon félpályás korlátozást vezetnek majd be a szakemberek. A közlekedőknek arra is fel kell készülnie, hogy a fadöntések egy részének idejére 10-15 perc időtartamra teljes utcárat is be kell majd vezetni. Még egy hétig tart a 2024-es Szentendrei Teátrum nyári évada. Az utolsó előadást augusztus 24-én Sajgál Erika és Trokán Anna főszereplésével láthatja a közönség. A teátrum Szentendre ikonikus szabadtéri színháza, amely 5 helyszínen, a Városháza udvarán, a főtéren, a Ferenci Múzeumban, a Dunaparti Művelődési Házban és a Művészetmalomban zajlik. Végül a várható időjárásról. Pénteken a túlnyomóan napos időt csak elszórtan szakíthatja meg zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a légmozgás, erős, viharos széllökések viszont csak záporok, zivatarok környezetében lehetnek. Hajnalban 16-24, délután 33-41 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. A kék állatok kapják a főszerepet egész augusztusban Szentendre egyik közkedvelt kávézójának kiállításán. Karbantartás miatt augusztus 19 és 25-e között zárva tart a V8 uszoda és szabadidőközpont. Holnap, azaz augusztus 16-án ismét megnyitja kapuit a Raktart közösségi tér. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Korhatártalanul című portréműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. Megtalálhatóak vagyunk a közösségi média különböző felületein. Kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!